Bécelen megkezdődött a visszaszámlálás, már csak néhány nap van hátra a szeptember 11-13-a között tartandó Duna-Alpesi Kupa kettes fogadhajtó verseny kezdetéig. Olvashatjuk a korabeli sajtóban 1981. szeptember 6-án. Azóta eltelt 40 év, mely bizony nem kevés. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház nevében. A Duna-Alpesi Kupa kettes fogadhajtó verseny 1979-ben nyilvánította hivatalos versennyé a Nemzetközi Lovas Szövetség. Első alkalommal Ausztria, második alkalommal Svájc, majd harmadik alkalommal városunk adott otthont a széleskörű társadalmi összefogás keretében megvalósuló programsorozatnak. A 40 éves évforduló apropóján egy alkalmi tárlattal igyekszünk feleleveníteni a jeles történéseket, versenymozzanatokat. Megkérem Forrai Ákos alpolgármestert, köszöntse a vendégeket! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy Kecelváros önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntsem Önöket. És ezúton is szeretném átadni polgármester úr üdvözletét és gratulációját, aki sajnos most nem tudott személyesen részt venni ezen a kiállítás megnyitón. Külön szeretném megköszönni a rendezőségnek, a szervezőknek áldozatos munkáját, hogy egy ilyen nívós eseményt megszerveztek és létrehoztak, és ápolják ezt a hagyományt, hiszen ez az a sport, a lovasport itt Kecelen különösen, amire igazán büszkék lehetünk. Mondani szokták, hogy lovas nemzet a magyar, és valóban ez így van, ez teljes mértékben igaz, és különösen igaz ez itt Kecelen, hiszen láthatjuk, hogy milyen hosszú és milyen sikeres hagyománnyal rendelkezik városunkban a lovasport, és azt is láthatjuk, hogy milyen hosszú időn keresztül fenntartjuk ezt a hagyományt, és ápoljuk, és tovább visszük a következő nemzedék számára. Külön örömmel szolgál és büszkeséggel tölt el, hogy ezt a kiállítást, ezt a jubileumi évforduló kiállítást ilyen interaktív formában kerül megrendezésre, hiszen láthatjuk, hogy nem csak képek, újságcikkek, de az akkori tárgyak, eszközök is láthatók a kiállításon, és legfőképpen azért örömteli, hiszen itt üdvözölhetjük köreinkben az akkori bírókat, versenyzőket, résztvevőket, szervezőket, és ezúttal is szeretném még egyszer megköszönni azoknak a keceli embereknek az áldozatos munkáját, akik ilyen magas nívóra vitték a lovasportot itt Kecelen. Nem is szaporítanám tovább a szót, hiszen úgy gondolom, hogy beszéljenek a tárgyak, illetve a képek helyettem. Mindenkinek nagyon kellemes időtöltés, jó szórakozás, jó beszélgetést és sok hasznos információcserét kívánok. Köszönöm szépen! A jeles alkalomból fogadják szeretettel az újfalusi óvodából érkező gyerekeket, akik Szigeti Piroska, Sárga Kiscsikó című versét mondják el. A verset Flajsz Nóra, Dobos Károly és Szeg Balázs előadásában hallják. Felkészítőjük Antoniné Lantos Helga. Sárga szőrű Kiscsikó, Szigeti Piroska verse. Sárga szőrű Kiscsikó, mikor lesz belőled ló? Biztos lesz belőled ló, mire leesik a hó. Ha megnőnél magasra, felülnék a hátadra. Nem félnék én magamba, elmennék a vásárba. Mit vennék a vásáron? Még egy lovat féláron. Minek nekem még egy ló? Ha két ló van, az mindig jó. Jön a tél és hull a hó, vígan csúszik a szánkó. Gyíkes sárga gyífakó, gyerekeknek ez való. Tisztelettel felkérem Váci Ernőt, egykori szövetségi kapitányt, mondja el gondolatait és nyissa meg a tárlatot. Segítségére lesz dr. Hatvani Csilla, és bízom abban tényleg, hogy elhangzott már ez a bizonyos interaktív jelző, illetve a családias hangulat, hogy
Én azt gondolom, hogy ez ennek egyiben fog telni. Barátaim, Kecelen vagyunk. Az édes tengerfenék egyik rangos településén, ismeretem szerint őkori település, hiszen itt a patakokkal, nádasokkal, tocsogókkal övezett sajátos alföldi tájon már az 1400-as években is éltek lakók, sőt, település szervező erővel próbálták az életüket pozitívan megélni. Majd jött a törökdúlás, és ismeretem szerint jött vele az elnéptelenedés is, amerre jártak a janicsárok. Majd az 1700-as évektől kezdve intenzív fejlődésnek indult ez a gyönyörű település, ahol olyan szorgalmas népek eresztettek mély talajgyökeret, mint ahogy a szőlő lugasok mély gyökere is az életerőt erről a közepes talajú vidékről is magukba szívták, és átlag felüli életvitelt tudtak a népességnek biztosítani. Kecel a mai világban is világhírű. Ehhez egy mágszemnyit mi lovasok is igyekeztünk hozzátenni. Nem véletlenül, hiszen annak idején, amikor a kecskeméti világbajnokság sikere belengte ezt a magyar alföldet, akkor megélénkült egy ifjú nemzedék. Ismereteink szerint ez volt az egyik olyan fundamentum, akik az ottani világbajnoki siker himnusz hangja után elkezdték csiklandozni az éltesebb szülői fellebbvalóikat, hogy ők is szeretnének kocsi előtt lovat hajtani. És különböző kezdeményezések után indult elsősorban ezen a fundamentumon millióféle gondolat, hogy hogy lehet önmagukat, a környezetüket, és később az országot, majd pedig egész Európát fogadhajtó stílussal örömhöz juttatni, és személyes sikereket bezsebelni. Millió gondolat és élmény fűz engem is az akkor még kevéssé ismert alföldi lélek megismeréséhez. Álhatatos emberek élnek ezen a vidéken. Példaértékű életet éltek századokon át. Köszönet érte. Mi csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, és az ismeretem szerint talán az országban egyetlen téli szánkóversenyek után elindultak itt ezek a településen belüli fogadkezdeményezések, amire akkor a fölálló Magyar Lótenyésztés Szervezetnek különösen érzékeny pártolói, vezetői, az úgynevezett megyei felügyelőségek itt különös örömmel karolták fel, és talán már itt előzetesen is meg lehetne említeni a bajai Méntelephez kötődő kollégákat, akik a Szép utcában üldözték a vezérkart, hogy figyeljünk oda, hogy nem csak négyes fogatok vannak Magyarországon,
és nem csak a négyes fogatok dicsősége viszi Magyarország hírét Európában, hanem van egy felnövekvő úgynevezett kettes fogadtársadalom is, aminek gyújtó példánya éppen Kecel környékéhez kapcsolódik. Ne adj Isten, éppen egy Borbé neve került először be a Szép utcába. Egy Borbé pártolja föl ezt az ügyet, és lelkesedik továbbviteléért. Hát jelen van. Túl a 80-on köszöntjük a keceli Borbét, aki itt van, Laci bácsi. Köszönöm szépen. De miután jelen van életem párja, aki a legutóbbi hetekben vagy héten igyekezett engem csillapítani, hogy ez nem egy konferencia, ahol szónoklatok hangzanak el unalopig menő idézetekkel, hanem egy baráti összejövetel, ami legyen oldott egy olyan emlék ápolására, ami napra 40 esztendővel ezelőtt történt. És miután én itt előfordulok, ennek oka van. Szólamlásra kötelezett ugyanis egy keceli tündér, egy kardos menyecske, akinek névünnepe előnapján ezúton is gyógyuló, jobbító szándékunkat fejezzük ki, a gyönyörű kardos menyecske, Hatvaniné Marika. És miután az utóbbi 40 évben neki én sosem mondtam ellent, ez az egyik oka aznak, hogy előfordultam ma Kecelen, életem párja kíséretében, aki majd megvéd, ha itt véletlenül valami probléma adódik velem. Ezek után, hogy oldott legyen ez az egész összejövetel, én két gondolatot szeretnék itt előadni nektek. Hogy azért nem nyúljunk bele nagyon az éjszakába, intenzív legyen és mindenki által örömteli ez a mai tárlatnyitás. Arra gondoltam, hogy egy-két régebbi írásomat felelevetítendő előadnánk ebből valamiféle idézetfélét, másfelől viszont arra szerettem volna kérni itt a rendezőket, amihez bólintással hozzájárultak, hogy ne ez egy ilyen didaktikus szövegelés legyen, hanem alkalmasint majd a megfelelő időben ki-ki emlékei előbudjanása után szót kapjon, és mondja el azokat az apró intimitásokat, ami 40 évvel ezelőtti életpillanatokhoz kötődik. Ugyanis 40 évvel ezelőtt születtek gyermekek. Azok a gyermekek ma már jobb részt unokáikat várják, és azoknak mesélnek majd a régi szép időkről. Tehát a 40 év, ez egy különlegesen fajsúlyos esztendő. Köszönöm azoknak, akik itt megjelentek, és előzetesen is köszönöm azokat a szabadon előadott pármondatos gondolatokat, akik majd ehhez a mai összejövetelünkhöz slingelésként hozzáadjuk a saját élményeiket is.
Ezért én majd hangfogóval fogok egy-két visszaemlékezést tenni, és menet közben pedig egy gyönyörű menyecske szintén ebben a familiában, aki Marika helyett olvasna egy-két idézetet, ami az én visszaemlékezésem volt, emlékezéseim voltak Kecelről, a Duna-Alpesi kupáról, és egyáltalán a fogadhajtó világunkról, és majd meglátjuk végül, hogy lesz-e örömteli délelőttünk ezek után, a megkezdett percek után. Én talán elsőként, mielőtt majd folytatnám, megkérem 60-iné Csilla asszonyt, Ragyogó asszony, az előbb említettem neki, hogy elmenne Keceli tükének is, de hát kiderült, hogy beházasodott ebbe a szegény 60-i családba. És Marika helyett, aki pardont kért, de lesz még táncos lába neki, egy-két idézetet fölolvasna Váci Ernő tollából, és utána, ha megengeditek, ülve folytatnánk ezt a négy szem közti beszélgetést. Köszönöm a figyelmeteket! 25 éve, 1981-ben rendeztük Magyarországon az első nagy nemzetközi kettes fogadhajtó versenyt, az 1979-ben alapított Duna-Alpesi kupát. A helyszín kijelölés vitái élesek voltak. A jó szándékú ellenzők kifogásolták a szállodahiányt és a nagyüzemi hátterű lóistálló hiányát. A nagy sikerű rendezvény szervezése rácáfolta kis hitűekre. Az akkor is módos, törekvő, vendégszerető település családjai díjmentes vendéglátással felvállalták a külföldi és a hazai versenyfogatok, valamint a teljes személyzet elhelyezését. És a szakszövetkezet ölelő barátsága mellett a Nemzetközi Versenybíróság és a kiegészítő szakszolgálat további 100 fős tömegét zökkenő nélkül felszívta a büszke, akkor még nagy község. Az Európa hírű esemény pozitív legendája azóta sem halványul. A lelkes szervezők százai közül itt is kiemelkedők: Csipkó Sándor, Lovász László, Bélecki József, dr. Lőrinc István, Mujic Sándor, Szabó Gyula, lokálpatrióták. A kis Európa bajnokság egyéni aranyérmese Bozsik József Magyarország, ezüstnyerője Bien Hans Nyugat-Németország, bronzérmese Heiner Merk Svájc lett. A csapatarany Magyarországé Bozsik József, Muszkán István, Szegedi Gábor. Az ezüst Svájcé, és a bronz a Német Szövetségi Köztársaság válogatottjáé lett. Aki élt és benne volt, az emlékezhet arra, hogy a mi sorainkban is megkérdőjelezték akkor a keceli helyszín kijelölést. De végül is a nagy lelkesedés ezeket a hangokat elnyomta. 50 éves jubileumát ültük a héten az első négyes fogadhajtó Európa-bajnokságnak, amit a korábbi teljesítménye, örömködése és offenzív nyomakodása ellenére az akkor még határsorompókat leküzdő fogadhajtó kezdeményezések után a Nemzetközi Lovas Szövetség a nemrég elhunyt Fülöp herceg elnök idejében Magyarországnak adta az első négyes fogad Európa-bajnokság szervezésének jogát, azzal, hogy vagy belebukunk, és akkor befejeződött ez a sportág, vagy pedig sikerre visszük, és akkor kiteljesedik a jövője. Hát az utóbbi történt. A három első helyet és a csapat aranyat is
a zseniális magyar hajtók nyerték, Abonyi Imre volt a győztes, a ma is köztünk élő Fülöp Sándor, mint fiatal agrármérnök, és Pap József Dönsőről. De ott mutatkozott a további jövőkép, amikor következett itt például az előbb már említett kecskeméti világbajnokság, ahol Bárdos Fülöp és Muhigy Ferenc neve is fémjelezte ezt a sikersorozatot. És mi, akik egy kicsit Váradi Jenő hegedű húrja mögött a prímet hallgattuk, és néha Isten ostoraként elviseltük a oltári akarnok erejét, a háttérben dacosan úgy gondoltuk, hogy a négyes fogatok sikere után talán ez a népi kezdeményezés, a kettes fogathajtás is gyökeret tud verni az élsport területén. És lám, ide jutottunk, hogy az akkori úgynevezett Duna-Alpesi kupa, ami már említettem, Kecskemét után indult, egy idő után a minden évben megtörtént rendezvény sorában lehetőséget adott arra, hogy a kettes fogatoknak is lehessen világbajnoksága. Tehát a Nemzetközi Lovas Szövetség a fei rájött és elismerte ennek a gyökerességét, és utána a Duna-Alpesi kupa rábólintásunkra két évenként rendeződött meg az úgynevezett páros években. És a négyes fogatok pedig maradtak a maguk sorában tovább. És eljutottunk odáig, amit a magam kis keserű élével úgy szoktam otthon az asszonynak elmondani, mert ő még meghallgat, hogy csináljuk tovább. Annak ellenére, hogy a derbi versenysorozat a világban, amelyik az 1700-as évek végén indult Angliában, eljutott egészen odáig, hogy a falusi sörmeccseket is ma már az újságíró hajházság derbi néven emlegeti. És van egy kicsit olyan érzésem, hogy a fajsúlyos magyar négyes fogat aranyérmek, amik nagyon számon tartottak voltak, hiszen volt két esztendő, hogy az újrafordulásra vissza tudjunk emlékezni az előző kettő esztendő sikerére. A mai napon már csak ebben az országban is a közöttünk élő lehetőségek közül két héten belül három különböző világrend versenyt rendeznek, és mindegyiknek Európa, sők világbajnoksága neve. Eljutottunk oda, hogy vannak négyes, kettes, egyes, sőt, pónifogathajtó Európa bajnokság, éppen most utaztak ki a versenyzőik Franciaországba. Most zajlik, ma van a maraton versenye a kettes fogatok világbajnokságának, és ősszel, még szeptember vagy októberben Mezőhegyesen sorozatba rendezzük most már a fiatal utánpótlásnak is nevezhető lovak sajátos világbajnokságát. De itt vannak még azok a, nem is tudom, hogy nevezik ezeket, nem utánpótlás és nem ifjúsági, hanem úgynevezett korosztályos gyerekek európai és világbajnokságai, amik szintén ebbe a pár hónappal ezelőtt zajlottak, ennek most vezér kezdeményezője és
vitele éppen Kisbírászáron a Jámbor Vilmos. És ez egyfelől nagyon pozitív, másfelől pedig tudomásul kell venni, hogy az emlékek porlékonyságához is hozzájárul. Mert amíg csak volt Duna-Alpesi kupa, addig az én nemzedékem erre a szóra összevágott bokával kiegyenesedett. Ma már azt se tudjuk, hogy hol és mikor rendezik. Párat rendeztek Magyarországon is, de én magam se tudom, például próbáltam utána nézni a szövetség archívumából, hogy a 2000 évi aktuális Duna-Alpesi kupát, ami a 19. lett volna talán, ha jól adtam össze a eseményeket, nem tudom, hogy hol rendezték, vagy megrendezték egyáltalán. Ugyanis többször előfordult az is, hogy az utolsó pillanatban a rendezők valamilyen oknál fogva lemondták a versenyt, és akkor ment a további polémia, hogy hogy legyen a következő, lehet-e helyettesíteni, vagy csak a következő 2 év múlva lesz ez ismét. Hát ilyen történt egyébként Topolcsánki esetében is, ahol valami özönvíz árasztotta el a versenypályát, és az utolsó héten ezt lemondták, és akkor csak 2 év múlva került a folytatásra sor, ami Fábián Sebestyénben szintén magyar sikerrel zajlott. Hát ezek előhangok után eléggé belelendültem, ugye sok, igen, egy kicsit mérsékelni fogjuk a szöveget. Hallgassunk meg egy másik idézetet, a kettes fogatokról szóló idézet, ami egyébként ezeket az idézeteket hirtelenébe egy vaskos könyvből ollóztuk ki, és adjuk itten közhírré. Kérem szépen. 30 éve, 1979-ben a Kecskeméti 4-es fogathajtó világbajnokság után kezdtük szervezetten a hazai kettes fogatversenyzés új alapjait lerakni. Néha görbe utakra tévedve, gyakran fésületlenül, zörgőcs, lőcsös kocsizással, kötélistrángosan, de országosan merítve a magyar szekerész hagyományok tengeréből. A szilárd fogódzót az összetartó lelkesedés adta, valamint a paraszti ősöktől átöröklött találékonyság, szárkezelő tehetség. Ebből és a nemzetközi követelmények befogadásából pallérozódott ki a megbecsült értékrendünk. S mára már 20 világbajnoki éremmel, közte 9 arannyal büszkélkedhetnek ketteseink is. Az idei újabb VB előtt az első VB érmünket megelőző válogatóverseny az 1987 évi üllői hajtóderbi programfüzetébe hevenyészet emlékmorzsáimból idézek, melynek képlékeny lelkesedéséből már a szilárd tölgyfa érlelődött VB érmes nevekkel. Kecskeméti László, Fehér Mihály, Szegedi Gábor, Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, Nyúl Zoltán, Hegedűs Imre, Hódi Károly, Sejben Zsolt keréknyomában. A hazai kettes fogathajtásnak, mint versenysportnak meghatározója volt a 4. fogathajtó világbajnokság rendezvénye Kecskeméten. A későbbi menők gyermekként, diákként, lóti futi segítőként vagy szimpatizáns nézőként itt élték át először a vizuális fogatélményt. Itt érezték át a siker bódulatát, itt könnyezték meg először a himnuszt, melyben a győző nagyok minden magyart részesítettek. A magyar lovasok Mekkájában, a Szép utca 3-ban Szabó Gyula egy szerzetes hitével érvelt a keceli kettes szekerészek felkalolásáért. Ekkor hallottuk először Bélecki József és Lovász Laci nevét. Sok hasonlótársukkal együtt részük van a kovász kelesztésben. 1979-ben kísérletképpen kettes fogathajtó UB. Az első bajnok Stana István Lajos Mizséről. Ősszel osztrák kezdeményezésre Dunau Alpen pokalfutam Luxemburgban.
A Népes Mezőnyben Stana új ruhában mellette Dani Gábor és Tóth Baranyi Sándorné megszerzi a szakág első nemzetközi érmét, a csapat bronzot. 1980, a kicsik nagy éve. Négyeseink világverő sikerei árnyékában a nagy egyéniségekre jellemző szerénységgel élik meg a győzelmet ők is, s hallgatják a kettős magyar himnuszt a svájci Alpok lábánál. Aranyérmeseink Bozsik József, Tóth Baranyi Sándorné, Muszkán István. A Frauenfeldi közönség egy része csalódottan szomorú, néhányan lelkesen ünneplik a nyerőket, mások torokszorító könnyeikkel élik át az óhaza sikerét. S egy ember, a verseny vezető rendezője, szégyenkezve kér bocsánatot a magyar csapat vezetőjétől. Történt ugyanis, hogy 4 nappal korábban nemzeti zászlónk fordított felhúzása miatt protestáltunk, majd véletlen megjegyzésből tudomásunkra jutott, hogy magyar himnuszról sem gondoskodtak, esélytelenségünk miatt. Telefonkérésünkre Berni követségünk futárral küldte himnuszunkat, és segítette ki a rendezőket. Azóta nem csak Dunánk, de Alpokunk is van, mert a Dunau-Alpen-Pokál vándorserlegét 3-szori győzelmünkkel örökre birtokoljuk. Jó hangulatú évek, nemzetközi sikerek és kudarcok, örömteli kis és nagy rendezvények, nemes vetélkedések, méltótársak, tehetségek csillogása, önzetlen sportbarátságok szövődése az élet kísérünk. 1980-tól 86-ig. Kecel, Palotás, Dombóvár, Szilvásvárad, Paks, Kecskemét, Hercegszántó, Bogyiszló, Máriapócs, Pálfa, Apaj, Üllő, Ebreizorf, Róma, Halbrunn, Luxemburg, Sandringham, Baba, Márka, Gyöngyi, Csillag, Erika, Sári, Bozsik Jóska, Fehér Pista, Szegedi Gábor, Kecskeméti Laci, Beszedics Feri, Toldi Sanyi, Fehér Miska, Tóth Baranyi Sándorné, mindnyájunk idukája, adtak hitet a közösségi munkához, s nyújtanak reményt a jövő építéséhez, melynek látványos mérföldköve lesz 70 nap múlva, Reisenbeck, 1987, augusztus 20-23. Az utolsó mondathoz emlékezetes, hogy a kettes fogadhajtó sportunk első világbajnoki aranyérmét Reisenbeckbe ebben az esztendőben nyertük Kecskeméti Laci szárkezelésével. És utána indult a világbajnokságok sorában is a kettes fogatok ilyetén való sikersorozata. Emlékeztünk erre a kezdetekre. Elhangzott itt néhány olyan név, ami hirtelenébe eszembe ötli, vagy szugerálja, üti azt a kissé fájdalmas, szomorkás gondolatot, hogy az elhangzott nevek, akik tettek valamit a magyar trikolór fennen lobogásáért és az aranyérmek csillogásáért, ma már eltávoztak. Hirtelenében ugye elhangzott itt a Iduka neve, a közelmúltban távozott közülünk. De elhangzott itt egy olyan név, amit talán éppen azért tettem ebbe bele, mert valamikor az ő nyakába is akasztottak érmet, ha nem is aranyat, de bronzérmet. Az itt közelünkben lévő kiskunhalasi hajtónk a A Vörös Szikrának volt hajtója. Ja, rosszul értettem, elnézést. Beszedics Ferenc, aki egyébként a Nemzetközi Lovasszövetség aranykönyvébe, ahol a kezdetektől rögzítenek 20 olyan nevet,
aki abban az esztendőben a világranglistán szerepel. Tudják-e Magyarországon, hogy itt az elcsépelt Bozsik Jóska után a Beszedics Ferenc neve is szerepel ezen a listán? Tehát itt még utolsó fölkiáltó jelként egy ilyen éltesebb kolléga fölhívná a figyelmet a következő generációknak, hogy ne felejtsük el ezeket az embereket. Eszembe ötlik itt, mert otthon én már nem birtoklom ezt a füzetet, amit itt látok, és ebben van egy olyan név, ez nem én vagyok, van egy olyan név, aki valamikor az első széket ülte a magyar fogadhajtó sport vezérkarában, és szűk családi körben és egy-két barát jelenlétében tegnap köszöntünk el tőle a Szentendrei temetőben Borontai István kollégától, akinek a neve itt a védnökök sorában is jelen van. Tehát véletlenszerűen olyan emlékek, nevek jönnek elő, amire talán itt majd a hozzászólások során ti is hangot adtok. Szólnom kell még itt részben az előadottak után, és majd némi közkívánatra megkérdezem, hogy folytassuk-e a felolvasásukat, mert ezzel is készültünk, vagy fejezzük ezt be, hogy a Duna-Alpesi Kupa versenysorozatot egy osztrák barátunk, Gróf Alexander Melsdorf Puli kezdeményezte, aki annak idején gyakori vendégünk volt Nagyszenken, az újjá alakult Méntelepen, és a szintén a közelmúltban úgy Tóth László barátunkkal szoros kapcsolatot létesített, és az ő kettőjük ötlete alapján némi baráti szálak fölkerülésével a sorompót sikerült időlegesen a határsorompót fölnyitni, és létrehozták Nagyszent környékén az úgynevezett határmenti nemzetközi barátság versenyeket, ami egyik csirája volt annak, hogy később elindulhasson a Duna-Alpesi Kupa, a Duna, az Alpok vidékén élő nemzetek összefogásából egy sajátos körülmények között. Gróf Alexander Menzdorf és kedves felesége Andrássy Katinka is a közelmúltban hunytak el, de ő volt az a szerzetesi megszállottsággal végigvivő kolléga, aki saját finanszírozásból az első ezüst kupát adományozta, és végigjárta a Duna-Alpesi Nemzetek Lovas Szövetségeit, meggyőző erővel betársította őket ebbe a kezdeményezésbe, ami úgy nézett ki, hogy minden nemzet sorba véve a következő évben várományosan rendezi a Duna-Alpesi Kupát, és a határtól vállalja a résztvevő nemzetek teljes költségét, utazási, szállás, ellátási költségét, 8 versenyt fogad erejéig, és így egy bizonyos költségkímélés lehetőségével baráti hangulatban sorba jár ez a verseny, és ki megrendezi a maga
alpesi kupáját. A nyitó nemzetek akkor, ezt hiszem valahol fölírtam, talán nem érdektelen, Ausztria, Magyarország, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia volt. Ezek a nemzetek a saját kitűzőjüket adományozták ehhez a kupához, és ennek a talapzatán ezek a kis emblémák tartósan belettek rögzítve. Ennek a kupának egy valóságát itt még az egyik képen láthatjuk, egy gyönyörű ezüst kupa, amiből a magyar versenyzők, segédhajtók és vendégeink különböző versenygyőzelmeink során magyar perzsgőt egymás után kortyinthattak. Sajnálatos következő, bele applikálom ebbe a másik gondolatomat is. Kiderült, hogy ez a vándorkupa egyszer, háromszor egymás utáni győzelem után magyar tulajdonba került, és utána az alapító rendező fölvállalta, hogy az újabb kupát is előállítja, és ez az eredeti kupa pedig akkor még a Szép utca Lovas Szövetség központjába tartósan volt elhelyezve, és megcsodálható állapotban volt. És egyszer csak hírét vettük, hogy majd a nagy átalakulások után lába kelt. És itt kell megjegyeznem azt, a másik kis negatívum cseppentés, de ez is az életünk része. Mániákus erővel próbáltam ebbe a 40 esztendőbe, hogy egy-egy rangos eseménynek, személynek vándorkupa jellegű küzdelmet, versenyt írjunk ki, és ünnepeljük az ő emléküket ezzel a versenykupával, és az elnyerő verseny fogott hajtója pedig egy évig saját birtokában őrizze tovább ezeket a kupákat, és a következő versenyidényben pedig ünnepélyes keretek között adja át a következő nyerőnek. Hát, ez is az én kudarcaim sorába tartozó történelem. Ilyen például az, hogy a Váradi Jenő mindenki által nagyra becsült fundamentum alkotó erőnek csináltunk egy vándordíjat, amit az elgondolásunk szerint akkor a keceli versenysorozatok évi versenyek során lett volna mindig átadható. Egy emlékjegyzőkönyv készült, aláírója a Magyar Lovas Szövetség, a Kecel város önkormányzata és a Magyar Fogadhajtás baráti köre elnöke, és én pedig fölvállaltam, hogy az akkori lehetőségeim sorában egy különleges antik ezüst kupát beszerezzek, és azt erre a célra fölajánljuk, és egy-két éven keresztül ennek a talapzatára a nyerők föl voltak vésve, míg nem egy pár esztendő után a következő ilyen eseményre a kupa nem érkezett meg, és akkor már senki nem emlékezett, hogy ki is vette át, meg hogyan volt, meg ki felejtette otthon, meg stb. És akkor még egyszer előkerült, és végeredményben pedig azóta is nyoma kelt. Váradi Jenő emlékére írt nemzetközi, illetve nemzeti versenykupánk, az antik aranyezüsttel együtt
lába kelve eltűnt. Egy legutóbbi emlék még ebbe a folyamatba, aztán befejezném a szomorkálást. Elég volt? Van két világnagyság. Az egyik magyar, a másik svájci. A svájcit Alexander Dubé-nek hívták, aki az első négyes fogadhajtó világbajnokság aranyérmese volt. A másik Abonyi Imre. Szoros barátságot ápoltak. Abonyi Imre halála után a Dubé úr egy ezüst serleget, egy kupát adományozott a Magyar Lovaszövetségnek azzal, hogy Abonyi Imre emlékére évente a legsikeresebbnek ítélt magyar fogadhajtó versenyzőnek adják át, és névaláírás után egy évi őrzéssel adja vissza a következő évbe, hogy Abonyi Imre emlékét mi a minden évben történő ünnepélyes lovasszövetségi közgyűlésen továbbadják. Be kell vallanom, hogy ez a kupa is eltűnt. Tehát ennyit a magyar lélekről és virtusról, amit Kecel említésével az előzőkbe meglehetősen büszkén dicsérgettem. Na most, miután tovább vinnénk itt a szót, felteszem a kérdést. Készültünk még két írással. Ha egyet értetek, akkor mielőtt közszóra adnánk a lehetőséget, ezeket az emlékezéseket is fölolvasnánk. Nem tudom, Muszkán Pista, mi a véleményed? A Muszkán Pista, mint hűtárs, természetesen egy szemrebbenésre azonnal igen mond, de hát ő csak egy ember a mai oltári ilyen demokratikus világban, amikor mindenkinek szava van, de végül egy szó dönti el a nagy demokráciát. Kérdezem, hogy olvasunk-e még két ilyen írást? Igen. Jó, hát ez a közszava akkor. A Nördlingen, Nördlingen, ugye? Nem, ez a baráti kör. Nem, az nem volt benne. Akkor ez az oldal? Igen. Ez Nördlingen? Igen. Csak itt ugye van a baráti kör. Emlékezetes versenyünk volt, ami ebből majd kicseng a jelenlévő embereknek némi hóna izgalmat fog itt okozni. Nördlingen volt egy emlékezetes versenyünk, amire visszaemlékeztem ebbe a kötetben. 25 évvel ezelőtt, 1982-ben szerény anyagi hátterünk látszatával a tehervagonos, öregifás transport lehetőséggel utazgató magyar kettes fogadhajtó válogatott a kis Európa-bajnokságra az NSK-beli Nördlingenbe érkezett. A győztes csapaton ne változtass elv szerint összeállítást tükrözte az előző évi keceli, Bozsik József, Muszkán István, Szegedi Gábor, aranyvédő három fős csapatot. Az élete csúcsformájában lévő Fehér István egyéni versenyzőként rajtolt. A revánsra készülő, egészséges, önbizalmú, mondhatnánk nagyképű, nemzetközi mezőny kisé lekezelte a magyar együttest, saját reményét mindenek fölé helyezve. Majd jött a verseny három napja, folyamatosan nőtt a magyar előny. A zöldjepen reálisan megmért teljesítmény lassan átrendezte a várakozásokat, s végül osztatlan elismerés övezte a magyar hajtótudományt. A 24 külföldi versenyfogat díszelgő sorfala elé felálló négy magyar fogat segédhajtója, Légrádi Sándor, Anka János, Adamec István
ifjabb Mátyus Viktor őrzőként átvette a szárakat, majd a 10 000-es közönség felállva kétszer hallgatta a magyar himnuszt, s kétszer láthatott magyarokat a dobogó legmagasabb fokán, aranyérmekkel nyakukban. A csapat aranyat megvédte a Bozsik Muszkán Szegedi hármas. Az egyéni aranyat pedig 57. születésnapján élete csúcs teljesítményeként Fehér István nyerte el. S improvizálva műsoron kívül a Nördlingeni lovasstadionban a dísztakaróval leterített asztalt körülállva az immár 3-szor véglegesen elnyert Dunaualpen pokal ezüstcserlegéből magyar pesgőt kortyinthatott az alapító osztrák gróf Alexander Mansdorf Polly, a helyi rendezőbizottság vezérkara, a magyar kísérőstáb, a segédhajtók, a versenyzők, sorzáróként a nap hőse Fehér István. A jelzett ezüstkupa a Magyar Lovas Szövetség székházában látható. Záróidézet Borka József helyszíni sajtótudósításából. A csapat tagjaival, csapatvezetőivel, hajtókkal, segédhajtókkal 8 napig, hajnaltól késő estig éltünk együtt. Ez úgy érzem mindenki számára kellemes volt, mivel a magyar tábor tagjai egymáshoz olyan sportszerű, baráti, ügyszerető, segítőkész magatartást tanúsítottak, amelyek jellemzésére a példás csapatszellem jellemző használata csak a dolgok leegyszerűsítését fejezi ki, és az igazságot csak közelíti. Megtisztelő érzés volt magyarnak lenni Nördlingenben. Hát ez volt egy csippenet egy másik eseményről. És talán közbeszólás nélkül visszakanyarodnénk Kecelre egy másik összefüggésbeli sajátos esemény kapcsán. Ha megengeditek, ezt még fölolvasnánk, és utána, ha lehetőség nyílik, átadnánk a szót némi szólalásra, végül pedig gyönyörködésre a kiállított kiállítási gyönyörökből. Akkor a Kecel. Virágözön Kecelen. Kreatívok a keceliek. Burjánzó ötleteiket szívós akarattal, önzetlen összefogással, lokálpatrióta hittel valósítják meg. A megvalósult gondolatok arányos része összefügg a fogat kultúrával. Több mint 3 évtizede annak, hogy lovasszánkó versenyen mérkőztek ügyességből. Alapbázisát teremtették a magyar kettes fogathajtó sportnak. Átütő nemzeti sikerrel rendezték az 1981 évi Dunaualpen pokalt. Rendszeresen s közkedvelt házigazdái voltak a hajtóderbiknek. Aktivistáig mindmáig lelkes lángvivői a Magyar Fogathajtók Baráti Köre Egyesületének. Újabb sajátos kezdeményezésük a virágkultúrával társított fogatszépségverseny. Kitűnő ötlet. Virágtermesztési és kötészeti szakmunkásképzés, örömszerző ízlés formálás, piacbővítés itthon és exportnövelő profit lehetőség kutatása Európában. Harmonizált vizualitás a világhíres magyar fogatkultúrával, sikert kecsegtető hagyományalapozás évente május fináléjaként Kecelen. A Keceli Virágfesztivál települést, megyét, régiót, országot, külföldet hívó, örömöltető, több szekciós rendezvényét a 7 éve alapított Virágdekor szakmunkásképző magániskola szervezte, a távlatlátó Téglás András igazgató vezetésével. Az esemény fogatverseny részének lelkes motorja az örökös díszfogatgyőztes címet viselő Lovász László, szigorú vezénylője Kis Zoltán volt. A 18 nevezett fogat szakmai és virágdekorációs elbírálása rangos személyiségeket kértek fel, élüken Pekár Istvánnal, a fogathajtó szakbizottság elnökével. A díjazott győztesek Travnik Katalin Kecer, sportfogat kategória, Kovács Roland Kiskunmalsa, pónifogat kategória, Ritter János Kecel, amatőr kategória. Által vezetett látványos felvonulást a település utcáin 10 000-es tömeg ünnepelve követte, a Városháza diadal kapujához, ahol Sindrei János polgármester köszöntője mellett az értékes díjak átadása is megtörtént. Jövőre újra itt hirdetett hagyományt folytató légyottot a rendezvényigazgató Téglás András, Kecelváros díszpolgára. Hát barátaim, slingelhetnénk tovább még a egy irányból jövő gondolatokat, de úgy gondolom, hogy a megfelelő 60 percet 1-2 minutával túlléptük,
átadnánk a szót egyetértésetekkel, hogy kinek-kinek van egy, kettő, öt, tíz, maximum tíz mondatnyi olyan emléke, amit ezzel a gyönyörű közönséggel megkíván osztani a napra 40 esztendő kapcsán Kecelen. Nagyon sokat jártam az országba versenyeken, mondhatom talán, hogy a nagyvilágban is, de legjobban Kecelen szerettem lenni. Nagyszerű házigazdáink voltak, ezt mondhatom a többi fogadhajtó nevében is, Bélecki Józsi bácsi nagyon sokat törődött velünk, tett értünk, Hunyadi János és Ritter János bátyánk. Lovainak állást, a személyzetnek szállást és étkezést, és tartalmas étkezést biztosított, nyugalmat a versenyre felkészüléshez. Egyszer, egy alkalommal 13 lóval jöttem, és Ritter János bátyám ennek tiszteletére, hogy tudjon fogadni, jászót épített az egyik helységbe, és mikor a 13 lovat bekötöttük, akkor megölelt, és azt mondta, hogy olyan boldog vagyok, Gábor, hogy ilyen sok szép lovat hoztál az udvaromba. De ehhez Terike néni, kedves félesége, aki még megvan, hál' Istennek, főzött, sütött, nem csak a kis csapatomnak, hanem még a budapestő ideérkező katonai vezetőknek is. János bátyám egyszer azt mondta, hogy te Gabi, én nem ismerem a hajtókat, de én szeretnék ma holnap este egy vacsorára legyünk többen, legyünk sokan az udvarban, és hívd meg őket a nevembe is. És hajnalig tartó vacsora lett belőle az utolsó esten. De ezeket több hajtó, szinte minden hajtó megérte, amit én most itt elmondtam, és barátságok kötődtek. Emlékszem rá, hogy jöttek vissza segíteni hajtók és családjuk szüretelni, a keceliek elmentek őhozzájuk egy kicsit megismerni a családot. Csodálatos hangulata volt a keceli rendezvénynek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Bár én kevésbé ismert vagyok a fogadhajtó sportban, mert nem túl sokat voltam segédhajtó és hajtó, de már régóta szerettem volna megköszönni Szegedi Gábornak, lehet, hogy már nem emlékszel rá, 40 évvel ezelőtt, mikor ott voltam benne nálatok katona, akkor te felajánlottad, hogy ha vége van a kiképzésnek, akkor lehetek a segédhajtód, és tehát mehetünk együtt. És én ezt nagyon szerettem volna, hisz az ember csak a nagyobbtól tanulhat. És nagyon szerettem volna tanulni, de sajnos a parancsnokság keresztül úszta, elküldtek tisztes kiképzésre, úgyhogy útba esett a terv, de ezt a szívességet, hát párszor találkoztunk, de nem sikerült. Ezt szerettem volna neked megköszönni, hogy akkor, de felajánlottad, de sajnos nem sikerült. Nem. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen ügy alkalmából. Amikor a 64 Marcsi említette nekem, nem is tudom, hol találkoztunk utoljára, hogy Bugacon, igen, találkoztunk utoljára, akkor lesz egy ilyen rendezvény itt a Kecel városban, akkor nagy örömömre szolgált, hogy akkor újra találkozhatunk a régi barátokkal, szervezőkkel, illetve a csapattársakkal. Hát hála Istennek, úgy hiszem mostan, aki él még közülünk, mind a hárman itt vagyunk, és ez nagy boldogságra ad okot. És akkor elkezdtem otthon az archívumban kutatgatni, hogy valójában milyen dokumentumaim vannak erről a versenyről, és igyekeztem a Marcsnak olyan fotókat, illetve eredményközléseket, illetve újságkivágásokat küldeni, és úgy látom, ezek itt fel is kerültek a plakátokra, és nagyon köszönöm ez neked, hogy ebbe tehát ilyen részt vettél, és valójában
ilyen rangos esemény alkalmából sikerült ezt a tálatot összehozni nektek, ezért külön gratulálok. Hát a régmúltról, hogy mit esetleg meséljek, hát valójában annak idején nagy élmény volt, mikor láttuk azt a keceli kibontakozást, hogy itt a Lovász Laci barátunk részéről elindult egy olyan kezdeményezés, hogy most már nem csak a négyeseknek lesz fogadhajtás, hanem csak a ketteseknek, és a Szilvásvári esemény, nem is a Szilvásvári, hanem a Kecskemét esemény, a négyes fogadhajtó világbajnokság adta meg nekem is azt a löketet, hogy ebbe az irányba el kell indulni, hogy akkor szeretnék kettes fogatot hajtani, és az akkori TSZ elnök szerencsére a Bácz Szalókon erre áldását adta, és így indultott el útjára, mint a Bácz Ernő úr mondta, az Erika eszmény lovaim, tehát hogy részt vettünk ezekben a versenysorozatokba, és emlékszem arra, amikor a Palotáson versenyeztünk, akkor azt mondta a Váci úr, hogy az a három versenyző, aki megnyeri, tehát első három helyen végez a dobogón, azok mehetnek Frauenfeldbe, Svájcba a versenyre, és gyakorlatilag a Bozsik Jóska, Iduska és én kerültünk be a csapatba. Hogy el kell mondanom, hogy abban az időben, tehát valójában, hogy mi, még a külföldi versenyzők kamionnal odaértek egy fél nap alatt bármerről a Európából, mi kétnapos kamion, nem csak vagonba utaztunk, ami valójában, hát hogy mondjam, a mi lovainknak nem nagyon kedvezett, mert ez nem használt nekik, a fáradtabbak voltak, mint a külföldi lovak, de úgy hiszem a verseny szintjén már a magyar virtus előjött, és igyekeztünk ezt a dolgot tehát pótolni. És hát nem beszél arról, hogy a mi felszerelésünk tehát közel se volt olyan, mint a nyugati versenyzőké. Itt kell elmondani azt, hogy úgy kellett összeszednünk, tehát a Jászberényi Ménytelepről, a Paksi TS-ből, tehát ki szerszámot adott, ki hintót adott, ki szűrt adott, ki segédhajtóruhát adott. Magyarul azt lehet mondani, hogy a TSZ csak a mi esetünkben csak a ló volt, meg én voltam, aki a TSZ alkalmazottja voltam. Minden máshol az országos szintről jött össze. És az el kell mondani, hogy valójában, mint a Borka úr is említett itt a Vác úr könyvébe, hogy tehát az a csapatszellem, ami köztünk uralkodott, az hihetetlen volt, mert még a pályán voltunk bent, addig valójában ellenfelek voltunk egymásnak, de amikor kijöttük, akkor egymás lovait pucoltuk, segítettük, odaadtuk egymásnak a lámpát, szinte, tehát minden ügyben segítettünk egymásnak, még az én esetemben a Bozsik Jóska barátom, még gyakorlatilag még a fogatot is, tehát magyarul, amikor ő már leszállt a bakról, akkor az enyémet időmította, mert el kell mondani, hogy ő igazi szuper őstehetség, én meg gyakorlatilag mondhatom azt, hogy igyekeztem talán megtanulni ezt a fogadhajtást, ilyen emberek több, mint a Jóska is, és gyakorlatilag nekem még nagy segítség volt én részemről a Bárdos Gyuri, mert annak idején szabadságot vettem ki a TSZ-ben, és két hét elmentem hozzájuk, hogy ő tanítson engem a fogadhajtásra, a gyöngyösre, és a drága felesége Marika meg főzött rám, ott lakta náluk, szóval, tehát így indult el az én pályafutásom, és gyakorlatilag folytatódott tovább. És hát utána, amikor az én saját fogatomat ott kellett hagyni, sajnos a Bácz Szalókon, mert munkáját váltottam, a Bácz úr hívására Üllőre kerültem, és ott utána már egy másik fogattal értem el, legalábbis a legnagyobb sikert Üllőn a kettes fogathajtó magyar bajnok lettem 1992-ben. De visszatérve még a keceli verseny, ez valójában, mint a Szegedi Gabi mondja, itt öröm volt ide jönni mindig kecerre, az, hogy itt valójában a házaknál voltunk elhelyezve, ez annyira emelte a versenynek a színvonalát is egyben, mert az a baráti légkör, ami körbevett bennünket, az hihetetlen volt. Ugyanilyen dolgokat éreztünk általában külföldön, és például Nördlingenben is, tehát magánházaknál voltunk elhelyezve, a magyar egyik oldalon a teheneket fejték, más oldalon meg ott voltak a lovak, és ez a paraszti gazdálkodás, aki eleve, tehát ebből a paraszti világból jött, mint én is, tehát nekünk ez külön felemelő érzés volt, hogy ilyen helyeken lehettünk. Hát sokáig tudnám én is ezt a szót szaporítani, még sok minden élmény van bennem, de úgy hiszem, hogy átadom a szót a többieknek is, és még egyszer megköszönöm a szervezőknek, hogy akkor ez a kiállítás létrejött. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, meglepően szép számú résztvevőt, a megemlékezésen. Hát az én emlékeim, annélkül, hogy túl misztifikálom a dolgot, valóban kezelhez kötődtek, miután
78-as négyes fogat világbajnokságon körülményesen besikerült jutni, mert olyan tömeg volt akkor, hogy az a valóban jegyet nem letett, hanem mindenféle fondorlatos módon bekerültem. Majd az ott látottak alapján, én is van paraszt szülő gyermek vagyok, és mindig voltak édesapárnak lovai, sőt nagyon jó lovai, és úgy gondoltam, hogy hát igazából ez érdekelne engem. Majd ezen felmozdulva, akkor még, amit Váci Erdő már elmondott, mivel ennek nem voltak hagyományai, tehát Európában sem, sőt a Nemzetközi Lovasszövetség mindkét akkor vette fel a önálló versenynek sorában. Elkerültem Kecelre, konkrétan Lovász Lászlóhoz, mert itt már akkor történtek, nem tudom milyen szinten, ez már úgy nem emlékszem el, homályosultak az emlékek, de voltak mindig is kettes fogadhajtó versenyek. És ő tényleg felkarolta ebbe a törekvésemben, és tényleg bevezetett ebbe, sőt olyannyira, hogy itt versenyeztem az életemben először, kettes fogadtal. És még egyet szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy most hallottam szomorúan, hogy a Vancsura Marci bácsi már nem él. Mi mindig őnála voltunk elhelyezve, mert innentől kezdve ez egy permanens folyamat volt. Mindig eljöttünk, és természetesen résztvevői voltunk a Dunalpesi kupán mellett is az országos versenyeken. És nagyon nagy élmény volt, kivétel nekem, aki ilyen kanapészerű ágyon aludtunk, mi azt az érdekes, hogy elmondtam, hárman egymás, mert a segédhajtóm, a lóápolóm és én, majd 6 órakor persze pontosággal Marci bácsi megjelent a boros és a pálinkás üvegével, és így adogatta át a töltőket. De most az én lovászaimtól nem állt messze, én viszont mivel nem ittam, hát, de én is kaptam, mert ugye lerocsoltam, én feküdtem szélben, és akkor a végén, de mikor jövök itt, tehát Kecelen, ez mindig, tehát ez előjön nekem ez a gondolat, hogy a Jóisten, hogy milyen tényleg vendégszerető emberek voltak, és teljesen, tehát otthon nem álltak külön körülmények között a lovaink, vagy a mi elhelyezésünk, vagy a mi étkeztetésünk, mint amit itt kaptunk a város lakosaitól, és konkrétan a Vancsura családtól. Itt is szeretném megköszönni, nem tudom, van itt valaki a családban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Hát vannak a versenyzőinkben, vagy voltak azért hibák. A Bozsik Jóskából kibúgyant egy fél mondat, és valóban az én pályafutásom alatt is 3 ilyen hibás versenyzővel is kénytelen voltam együtt élni. Ez az egyik volt a Bozsik Jóska, a másik a Kecskeméti Laci, a harmadik pedig a másik világbajnokunk, Juhász Laci. Nem itták az alkoholt. Igen. Parancsoltok még? Akkor ne húzzuk tovább az időt. Egyetlen gondolatom van még, amit miután diktatúrához vagyok szokva, ezt előadnám. Az egyik itt szembe ülök Zalicai Jóskával. Ezer emlék budjan elő belőle. Az egyik Kecellel összefüggő balkezes hajtó volt a Jóska. Az ostort is balkézbe fogta. Az egyik keceli versenyen 2 kis sárga, ha jól emlékszem, ügető féle lovat hajtott, és kifektette őket itt a pálya melletti patak mellett. Fotó is van róla, ott fekszik a 2 gyönyörű ló az akadály áthatása után. Hát ez is egy emlék. Akkor miután nem volt másik jelentkező,
vissza szeretném játszani az engem ért megpróbáltatást, a szólamrásra kötelezést, és átadatnám ezt a mikrofont a gyönyörű kardos menyecskének, akinek annyi mindenbe vezér szerepe volt, többek között ennek a rendezvénynek az összehozásában is. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg össze tudtuk hozni ezt a rendezvényt. Nagyon sokan voltatok, akit fölhívtam, mindenkitől kaptam segítséget, onnan jött ki minden. És úgyhogy először is kedves mindenki által nagyra becsült Váci Ernő sikerkapitány, aki elfogadta a felkérést, akinek nagyon sokkal tartozunk, és én úgy érzem, hogy nem csak én, hanem ezt mondhatom a lovasok nevébe, mert tőle tiszteletet tanulni, mindent a fogasporttal kapcsolatban csak tőle tudtak tehát csak tőle tudták megtanulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és megkérem apát, hogy ne ugráljak, hogy egy kis borral, illetve egy emlékezzél ránk továbbra is, mint a keceliekre. És opa. De hát ettől nagyobb tisztelettel már nem tudnám minden, amit a mama mondott. Mondanom kell valamit. Családi intimitást megoszthatok ezzel a baráti körrel. Más irányú. Magam is gyakran előfordultam a keceli fogadhajtó versenyeken, és miután kukacos ember vagyok, én is nehezen viselem el az idegen ágyot. De az életem során azért több százszor, közel ezerszer rákényszerültem erre. Kecelhez fűződik egy ilyen intimitás. Janik József kolléga, aki meghívást kapott, nincs itt. Itt a közelkor ő nagy hatalmú ember volt ezen a vidéken, úgy tudom. Volt neki egy tanyája, valahol ezen az irányba, egy pár kilométerre, egy ilyen szőlők közötti tanya. Ő biztosított egyszer nekünk életem párjával egy ilyen verseny 3 napjában szállást, és egy különleges tortúrában kellett részt vennünk, amely tortúrát 40 év óta hűségesen tovább viszünk, és Kecel, valamint Janik József emlékére gyakoroljuk. A következő: fölkeléskor az asztalra, a reggeli mellé pálinkás poharat, pohárban pálinkát, és mellé egy pohár sört szolgált föl minden reggel. Tudni kell, hogy nem isszuk a mi családunkban, a sörnek nincs barátja, de azóta 40 éven keresztül, amikor van egy kis telkünk a budai hegyekben, oda intim módon kispacírolunk, akkor azzal kezdjük az ajtónyitás utáni tortúrát, hogy 2 pálinkás poharat, 2 pohár sört előkészítünk, és Kecel és Janik József emlékére ezt fölhartjuk. Akár tetszik, akár nem. Ez a mi intimitásunk. Úgyhogy köszönöm.
Jannik József is meg lett hívva, de írtat sajnos nem tud részt venni. Most pedig még egy emberről szeretnék megemlékezni, Lovász Laci bácsiról, akivel mindig együtt sírunk, együtt nevetünk, mert ugyanis a lovasport az ő nevéhez fűződik, neki nagyon sokat köszönhetünk. Úgyhogy Laci bácsi, légy szíves, te is vedd el taborodat. Ő az a Keceli Borbé, aki a fundamentumot előkészítette. Neked ugyanazt mondd Dermőnek, hogy hosszú boldog élet és egészség, meg hát lovazzunk még egyszer. Az előbb már mondtam, vagy mutattam Kugac polgármesterének, hogy föl tudják-e Lacival együtt ismerni ott a valamiféle monogramban abban a szerszámban. Hát és László kitalálták. Nagyon szépen köszönöm, és őszintén megmondom, ki jönnek a könnyeim. El kell mondanom, hogy az édesapám Kecelnek nagyon híres parádés kocsisa volt. Talán sokan nem tudták elképzelni, hogy a fodrásznak hol van a ló szeretete. Hát ott, hogy a ló popsiánál születtem. És én nagyon örülök és boldog vagyok, hogy itt lehetek köztetek, az életem egyik legnagyobb öröme. És még azt el kell mondani, a sok nagy öröm és megtiszteltetés mellett lehet, hogy még a Szegedi Gábor barátom se tudja, hogy a Healing úr, Isten nyugasztalja, szerintem elhívatott az irodájába, és felajánlta, hogy igazoljak a Kiskolasi Dózsához, hogy a Szegedi Gábor tudjon csapatba indulni. Én nagyon megköszöntem, nagy megtiszteltetés volt. Én azt mondtam, apám emlékére én Kecelen szeretnék tovább versenyezni. Köszönöm szépen! És nagyon szépen meg szeretnénk köszönni Margitkának és Ritának, hogy nagyon-nagyon együttműködve tényleg sok mindent megtettek, hogy ez a kiállítás végre jöjjön. Kérdezem, hogy maradt-e valakiből valami mondani való, amennyiben nem akkora kiállítás megnyitása ezzel elindult, és átadom még egyszer az ászlót. Igazából én is csak nagyon röviden szeretnék szólni, mint részben a lovasporttól kívülálló, de nagyon-nagyon-nagyon szépen szeretnénk megköszönni intézményi szinten, hogy helyet adhatunk ennek a rendezvénynek, illetve mindenkinek, aki a kiállításhoz bármilyen tárgyi eszközt, bármit hozzá segített, hozzátett. Számomra többféle szempontból is kedves, mert hogy nem csak lovakat, illetve lovas eszközöket láthattunk, hanem például a háttérországot is a szőlőfürt idejéből, a piros MTZ-ket, számomra ez nagyon sokat jelentett, úgyhogy én is köszönöm szépen. A tárlat szeptember 25-ig tekinthető meg, az asztalra kihelyezett frissítőkből kérem fogyasszanak, és kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat a nap hátralévő részében itt Kecelen. Minden jót kívánok Önöknek! Az emlékkönyvbe pedig írjanak bátran. Köszönöm. I like it, but it's back.
sem értünk el gyorsan, bár volt ezer év. Sokszor előre mentünk, de még többször hátra felé. Lassanként mégis itt vagyunk, s csak egy irányba hajthatunk. Mert a két felé hajtott szekér sehova sem kér. Nem kell, hogy száguld, kell még a tegnap, hogy holnapot láss. Nem baj, hogy álmodod, a csoda szarvas még előtted jár, és ezen új csodával vár. A lelkünk addig vágtott, míg hajtanak a vágyak, de úgy minden másféről álmodsz rég, száz ló erősen elég. A lelkünk van a vágtott, hol hajtanak a vágyak, ahogy őz a remény és a baj menekül. Ülj fel egy lóra, s repülj! Egy táltos, ha vágtasz, kinyitja ként tiszta szemét. Orrában érzik a szabadság üzenetét. Merül a szél, fúj arra megy, nem állja útját, föld se egy. Nem állna meg semmiért, és haza is ér. Nem kell, hogy száguld, kell még a tegnap, hogy holnapot láss. Nem baj, hogy álmodod, a csoda szarvas még előtted jár, és ezer új csodával vár. A lelkünk addig vágtott, mint hajtanak a vágyak, de úgy minden másféről álmodsz még, száz ló erősen elég. A lelkünk arra vágtott, hova hajtanak a vágyak, ahogy őz a remény és a baj menekül. Még hajtanak a vágyok,